Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymás kortól, nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? Egyáltalán nem vagyunk megelégedve. Nem? Érdekes például az, hogy az emberek azt gondolják, hogy mit tudom én, a kormány értünk van, a hatalom értünk van, de tényleg azt gondolják. Nem egészen így van. Tehát gondoljuk végig, hogy itt tudom én, azt gondolják az emberek, hogy milyen jó kormányunk van, mert sehol máshol itt a környéken nincs ilyen árstop. Nálunk meg van. Érted? És akkor milyen jó a kormány, mert árstopot csinál. De nálatok nincs árstop, én úgy tudom. Így van, Szlovákiában nincs, Romániában, tehát sehol nincs árstop, csak itt. És most gondoljátok végig, hogy mit okoznak ebből az árstoppal. Ugye már a kis benzint kutakat azt simán tönkretették, azt már simán tönkretették, most a kis kereskedőket teszik tönkre az árstoppal. Értitek? Tehát ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag mit csinál ebben az árstoppal a kormány, kiárulja az országot. Szó szerint, mert ugye az van, hogy a jó esetben megveszik a kisboltot, rossz esetben nem. Vagy a kis benzinkutat, rossz esetben nem, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag gondold végig, saját tulajdon mondjuk egy bolt, vagy egy saját tulajdon mondjuk egy benzinkút, hát mekkora veszteség az, hogyha nem tudja eladni. Gondold végig. És az emberek azt gondolják, hogy ebben az árstoppal milyen jó a kormány, milyen jót tesz az embereknek, és közben teljesen tönkre vágják a kiskereskedelmet. Úgy, ahogy van. Ami azt jelenti, hogy teljes egészében a nagy kereskedelem kezébe kerül minden, mert a kis kereskedelem az úgy, ahogy van, lepadlózik ettől az árstoptól. De ezt senki nem gondolja. És akkor ez mi lesz? De hát akkor is a lakosságnak ez jó. Mi a jó benne, érted? Hogy utána mindent a multitól veszel meg, mindenki igaz, mindenki van árulva, érted? És mindent ők határoznak meg, minden árat, mindent, érted? Tehát most másik nagyon érdekes, ugye az emberek azt hiszik, hogy van egy szuper jó kormányunk, hát ugye akartam tegnap tankolni, és ugye dízelautóm van, és nem sikerült tankolni, ezért lehetett volna venni üzemanyagot, voltam 4 kútnál mindenütt, a dízel, a sima dízel az nem volt kapható, tehát 4 különböző kútnál voltam, különböző márkájú kútnál, és ugye mindenütt viszont volt ez a drága dízel, ez az ilyen extra dízel, 780 forint körüli áron, tehát ami azt jelenti, hogy benzin az mindenütt volt. Na most én tanultam az üzemanyaggyártást. Ugye mivel a szakmámhoz hát nem kellett, de tanították. Nem kellett, mert azóta én nem használtam ezt a tudást, amit ilyen tök mindegy, hogy gyártják. De az biztos, hogy ugye ha te nem tanultad, akkor ugye én mondanám, hogy a kőolajhoz a legközelebb a gázolaj áll. Ami azt jelenti, hogy a gázolajnak az előállítása lényegesen olcsóbb, mint a benzinnek az előállítása. És lényegesen könnyebb előállítani a gázolajat a kőolajból, mint magát a, ugye az első, ami megszületik a kőolajból, az a petróleum, utána a kőolajból, ami lesz, az a gázolaj, és utána lesz belőle a benzin. Tehát ami azt jelenti, hogy,
hogy ugye ezért ugye árban is így kellene lenni az áraknak, hogy petróleum a legolcsóbb, mert legolcsóbb az előállítása ára, utána a dízelolajnak ugye a következő, és a legdrágább a benzin. Ezért mindenütt a világon a benzin az drágább, mint a gázolaj, tehát mint a dízelolaj, és kivétel Magyarország. Érted? Itt nem tudják, hogy annak olcsóbb az előállítása. Na most ugye, és akkor azt mondják, hogy ugye túlságosan sok dízel olaj fogy, hát de könyörgöm, az összes teherautó, az összes busz, a vonatok, amelyik nem árammal működnek, hanem ugye üzemanyaggal, az mind gázolajjal megy. A hajók gázolajjal mennek. Tehát ami azt jelenti, hogy persze, hogy nagy a dízelolaj fogyasztás, hiszen a világon, hát gondoljátok végig, a legnagyobb dízelolaj fogyasztók azok a tengerjáró hajók. Tehát több dízelolajat fogyasztanak a tengerjáró hajók, mint az összes autó együttvéve, érted? Na most, ami azt jelenti, hogy hát miért nem benzin motorral mennek mert hát ugye most azt privilegizálják, hogy benzin motor, miért nem azzal mennek a nagy járművek? Miért nem azzal mennek? Hát mert sokkal többet fogyasztanak a benzinnel, mint gázolajjal. Na most gondolkozunk logikusan, jó? Ha van két hasonló üzemanyag, ugye ami kőolajból van mind a kettő előállítva, és az egyikből több kell egy motornak, akkor az több káros anyagot is bocsájt ki. Logikus? Mert több kell belőle. Mennyivel? Hát lényegesen több kell belőle. És ezáltal, mivel több kell belőle, hát ezért több káros anyagot is bocsájt ki. És akkor a lakosságot meg megmajmolják azzal, hogy milyen káros a dízel. Hát a benzin az még károsabb, mert ugye több kell belőle. Hát ugye a legjobb lenne az most az ilyen üzemanyagok tekintetében a legkedvezőbb, legegyszerűbb lenne a gázüzem. De mégse azt csinálják. Tehát az gyakorlatilag bármilyen autót át lehet állítani gázüzemre, és gondold végig, egy lakásba úgy tudsz gázfűtést csinálni, hogy van ez a Siesta gázkonvektor, tudod melyik? Ami nem kifelé égeti el a szennyeződést, hanem a szobába. Tudjátok, egy olyan, hogy gázpalack van benne, és akkor így tologászod össze-vissza oda, ahova kell vinni a helyiségbe, és fűt, mint az állat. Ami azt jelenti, hogy gondold végig, és nem fulladsz meg tőle. Na most próbálnád ugyanezt csinálni, ízével, dízelolajjal, vagy főleg benzinnel, érted? Hogy ott égetnéd el szabadon, és nem kifelé égetnéd el. Hát egy pár perc után a lakásban megfulladnál. Érted? De alig látsz olyan autót, ami gázüzemű. Alig látsz olyat. Egy dolgot csinál, az a Siesta gáztűzhely, érted? Hogy elfogyassza az oxigén, de azt is csak azon a szinten, amin van. Fölötte nem. Érted? És oda éget el a helyiségbe, és nem fulladsz meg tőle. Érted? És hivatalos fűtési mód. És akkor erre a gázüzemet nem használják autókba, amikor mondom, így át lehet állítani az autókat a gázüzemre. Szóval, de hát biztos értünk van minden, hát biztos. Gondoljátok végig. Minden értünk van. Tehát egy olyan világot élünk, ahol úgy átvágják az embereket,
mint a 20-at. Ha például mondjuk utána néz az ember az emberi működésnek, akkor ugye van egy ilyen, hogy rezgünk, minden porcikánk rezeg, minden, ugye, mert atomok vannak a minden részünkben, és az atomok arról híresek, tanultuk, hogy rezegnek, tehát rezgése van, frekvenciája van, és ugye tudod jól, hogy a frekvenciával, vagy nem tudom mennyire tudod jól, a frekvenciával a frekvenciát lehet befolyásolni. Tehát mondok példát, a szocializmusban, aki nem élt, az lehet, hogy nincs ebben teljesen tisztában, hogy a rádió hullámokat zavaró rádióadókkal zavarták, hogy ne tud hallgatni mondjuk a Szabad Európa rádiót. Ami azt jelenti, hogy ment egy bizonyos frekvencián ugye a rádióadás, és arra a rádió frekvenciára ráküldtek ilyen mindenféle jelet, ami azt jelenti, hogy elnyomta a rádió adónak a jelét, tehát ami azt jelenti, hogy nem tudtad venni normálisan vagy egyáltalán nem a hangját a rádiódnak, érted, a Szabad Európa rádiónak, mert zavaró állomások, zavaró adók zavarták a hangját. Na most, de jó, ha tudjuk, hogy atomokból állunk, az atomok rezegnek, ott pörögnek benne a neutronok, meg a protonok, érted? És itt játszanak a frekvenciákkal. Érted? Játszanak a frekvenciákkal. Ami azt jelenti, hogy az atomok és a neutronok, protonok, neutronok rezgését tudják befolyásolni frekvenciákkal, érted? Minél magasabb frekvencia, annál károsabb frekvencia. Na most gondoljátok végig, ameddig, tehát mekkora hazugságok vannak, gondold végig. Azt gondolnák az emberek, hogy ugye a 2G az azért 2G, mert 2 GHz. A 3G azért 3G, mert 3 GHz. Ebben van igazság. Oké? Akkor utána a 2,4G azért 2,4G, mert 2,4 GHz. És akkor jöttek az 5G-vel, meg a 4G-vel. Érted? Tehát a 4G-vel, ami már, mit tudom én, még az valami nem túl magas, ilyen 4-5 GHz körüli dolog, de előjöttek az 5G-vel, tudod hány GHz? 60. Az 5G, aminek az a neve, hogy 5 GHz, 5G, felnyomták 60 GHz-re, érted? Azt tudod, mit jelent? Az azt jelenti, hogy a rezgését megváltoztatja a víz molekulának, érted? A vízatomoknak, és megváltoztatja a levegőnek, a atomjainak a rezgését. Érted? Na most, de az ember az miből áll? Ugye vízből, meg hát levegőt lélegzünk be. És akkor azt gondoljuk, hogy hú, de fantasztikusan segít minket a kormány, a hatalom. Érted? Tehát ugye erről már régebben beszéltem, de úgy látom megint szükséges, hogy ugye nagyon sok a betegség. Van egy nagyon fontos dolog, hogy amikor a Covid bejött, akkor nem, előtte elkezdték telepíteni az 5G-t. Ami azt jelenti, hogy végig, ameddig a Covid ilyen robbanásszerűen működött, addig telepítették az 5G-t. Na most van egy tudományos tapasztalat, hogy amikor a rádióhullámokat, a rendes rádióhullámokat bevezették a múlt század elején, tehát ami azt jelenti, hogy elindult a rádióadás,
akkor rengeteg ember megbetegedett tőle. Oké? Amikor a mobiltelefon elindult, rengeteg ember megbetegedett tőle. És ez minden ilyen dolognál igaz, hogy amikor tömegesen beindítanak valamit, például az 5G-t, akkor rengetegen megbetegednek tőle. De mit kell csinálni? Nem azt kell csinálni, hogy rá kell fogni, hogy mi vagyunk a felelősek, mert telepítettünk olyan frekvenciát, amit a lakosság nagy része nem bír, hanem azt mondják, hogy egy új betegség, és hát fertőző, simán ráfogják, hogy fertőző betegség, érted? Simán. Na most ezt én mondanám, hogy anyám a halála előtt 4 hónappal vagy 3 hónappal Covid osztályon feküdt, mert ráfogták, hogy Covidos, és nem kapta el a Covidot. Erre varják gombot. Tehát előtte már tök le volt épülve, immunrendszere nulla, érted? De nem kapta el a Covidot a Covid osztályon. Hogy a manóba? Ott feküdt a Covid osztályon, mert téves diagnózist állapítottak meg nála, a teszt az téves volt, érted? Megmondták, hogy se nem Covidos. De mindegy, ha már ott volt, érted? És nem kapta el. Tudod, mit kapott el? Hasmerést. Nem, azt úgy hívják, hogy Clostridium, azt kapta el. Így van, azt kapta el. Ami azt jelenti, hogy végül abba halt meg. Érted? Hogy a Covid osztály elkapta a Clostridiumot, ez ilyen hasmenéses, tehát ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem tudják megállítani egy idős embernél a hasmenést. És akkor így van, és annyi. Na szóval, tehát gondoljátok végig, nem kapta el a Covidot, mert most ennyire fertőző volt a Covid. Ez nem Covid volt, hanem ilyen Covid-szerű tünetekkel reagáltak az emberi szervezetek a belső sejtjeikben lévő molekulák, azon belül atomok, azon belül protonok és neutronok rezgésére. Érted? Így reagáltak. Ilyen betegség tünettel. Volt, aki csak egyszerűen náthás tünettel reagáltak, volt, aki meg belehalt, érted? De kik haltak bele, amely jobban megnézett? Hát azok haltak bele, akiknek egyébként volt ilyen-olyan betegsége. És mindre csak rátette az íre a pontot. Jó, tehát ugye attól függ, hogy hogy reagáltak az emberek, hogy mikor elkezdték telepíteni mondjuk az 5G-t, akkor milyen közel került az 5G sugárzáshoz. Ugye még az a szerencse az 5G-vel kapcsolatban, hogy nehezen, tehát akadályozza a tárgyak akadályozzák, a falak, stb. Stb. Tehát minél magasabb frekvencia, annál inkább nem megy át az anyagon. Minél alacsonyabb frekvencia, annál inkább átmegy az anyagon. Na most jó ezt tudjuk, hogy ez úgy működik, hogy minél magasabb frekvencia, annál egyenesebben terjed, oké? És annál jobban nem térít el a mágneses tér, de viszont az anyagon nem tud átmenni. Minél alacsonyabb frekvencia, annál jobban eltéríti a mágneses tér, de viszont annál könnyebben áthalad az anyagon. Tehát ugye hogy lehet védekezni mondjuk az 5G-vel szemben, ami 60 GHz, oké, hogy lehet? Hát anyaggal. Milyen anyaggal? Hát ugye minél tömörebb anyag, annál inkább megállítja az 5G terjedését. Oké? Tehát minél tömörebb, annál jobban megállítja. Minél lazább anyag, annál jobban átmegy rajta az 5G. Világos ez?
Tehát az 5G olyan, hogyha van előtte egy fa, akkor azt nem kerüli ki, mint az alacsony frekvencia. Tehát a magas frekvencia az megakad az anyagban. De ezek meg utána tudsz nézni, hogy ez így van, jó? Ezt én már tanítom, vagy 20 éve lassan. Oké? Tehát lényeg az, hogy ugye mivel lehet védekezni az 5G-vel szemben? Árnyékolással. Oké? Árnyékolni kell. Például az 5G-nek nem túl jó az olyan falu építmény, mint amik Amerikában vannak. Tudod, miből vannak Amerikában? Hát OSB-ből, így van, OSB-ből, meg gipszkartonból vannak a lakások, vagy a házak. Nem a 20 emeletesekre gondolok, meg annál nagyobbakra, hanem az ilyen családi házak, földszintes családi házak, vagy akár egy-két szintes. És hát az abszolút nem állítja meg az 5G-t. De mondjuk egy téglafal, az már komoly megállító. Oké? Tehát, de ugye ezért jó, ha van valakinek mondjuk 5G-s telefonja, meg tudja nézni, hogy a lakásában van-e 5G. De nem kell működtetni az 5G-s telefont, hanem csak abból a célból, hogy van-e a lakásban 5G. Mert ha 5G van a lakásban, akkor azonnal tenni kell az ellen, hogy ne legyen. De ők azt szeretnék, hogy a te lakásodban legyen 5G, és majd be akarnak szerelni kábelen keresztül olyan wifi-ket, így van, ami már tudja majd az 5G-t, érted? Tehát amivel ugye nem ez a mostani wifi, ami 2,4 GHz, vagy talán 5 GHz a wifi-n lévő 5G, jó? Tehát a wifi-n lévő 5G, az még 5 GHz. Na szóval érdekes világot élünk, és akkor az emberek azt gondolják, hogy hát itt minden oké, minden rendben van, a kormány az a népet szolgálja. Na most ha a kormány népet szolgálna, akkor ilyenekben nem mennének bele. Világos ez? Miben? Például, hogy most gondold végig, minek kell az 5G? Minek? Minek kell az, hogy mondjuk egy filmet mondjuk 20 másodperc alatt letöltse? Minek? És ha 5 perc alatt töltöd le, akkor mi van? Vagy ha 10 perc alatt, vagy 4 óra alatt töltöd le, akkor mi van? Belehalsz? Vagy mi történik? Érted? Ez arra jó, hogy sokkal nagyobb adatforgalmat tudnak rajta átvinni. Ami azt jelenti, hogy ugye a kevés G-vel nem tudják azt megcsinálni, hogy mindenkit kontrolláljanak. De a nagy adatforgalommal meg tudják azt csinálni, hogy mindenkit kontrolláljanak. Érted? Ilyen egyszerű. Tehát azért nem tudnak a alacsony sebességnél, azért nem tudnak mindenkit kontrollálni, mert egyszerűen nem megy át a rengeteg adat azon a, tehát szűk a keresztmetszet. Érted? És ezzel fogják és kitágítják a keresztmetszetet, és mehet rajta a kismillió adag, és mindenkit tudnak ezáltal kontrollálni majd. Hát manapság, ha megnézed, a legtöbb embernek be van kapcsolva a wifi-je a mobiltelefonján. Onnantól kezdve, hogy be van kapcsolva a wifi, méter pontosságra tudják, hogy hol vagy, mit csinálsz, érted? Ugye tudjuk jól, hogy ezeknek a mobiltelefonoknak a kamerája bekapcsolható, a milyen kamera? A videokamerája kívülről, távolról. A videokamerája is bekapcsolható, meg bekapcsolható a mikrofonja is. Bekapcsolható. Érted? Távolról. Most azt mondod, hogy nem így van. Jó, már olyan technológia volt a 90-es években, hogy a villanyvezetéken keresztül be tudták kapcsolni a tévédnek a ledén keresztül a kamerát. Érted? A 90-es években. A tévén keresztül
tehát a tévé, hiába a LED világított, akkor lehetett kameraként üzemeltetni, úgyhogy nem az antennán keresztül, hanem a villanyhálózaton keresztül. Na erre varják gombot, a 90-es években hol vagyunk már ahhoz? Hát a technika nem lineálisan fejlődik, hanem exponenciálisan. Tehát ami azt jelenti, hogy sokkal gyorsabban fejlődött mondjuk az elmúlt, tehát az elmúlt 10 évben mondjuk akkorát fejlődött a technika, mint előtte mondjuk 500 éven keresztül. Érted? Akkor miről beszélünk? Tehát az emberek azért, mert az a technika, amit te látsz, az lassan fejlődik. A látható technika az lassan fejlődik. Ez nem így van. Mondom, 10 év alatt akkora fejlődés történt a technikában, mint előtte 500 éven keresztül. Pedig 10 évvel ezelőtt már azt gondoltad, hogy milyen fejlett technika volt. Persze, amit látunk, ami a lakossághoz eljut, annak egy nagyon pici kis töredéke az a technikai fejlődésnek, amit látunk. És ez nem mese, gondold végig. Hát gondold végig, hát a 60-as években fölmentek a Holdra, és azóta nem fejlődött annyit a technika, hogy ismét fölmenjenek a Holdra. Na most ugye a 60-as években állítólag egy ilyen Commodore akárhány 64-es technikával fölvitték az űrhajót, érted? Na most ez nem igaz, mert nem is voltak a Holdban, érted? Hát nem is igaz. Tehát nem voltak a Holdon. Nem voltam. Hát persze, azt mondja. Nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy mit hiszel az ember, és mit tudnak vele elhitetni. És az emberekkel elhitetik azt, hogy milyen fontos dolgok, milyen segítő dolgokkal támogatják a lakosságot. És akkor rábeszélik, hogy az egy támogatás, hogy most erre oltasd be magad. Megkérdeztem valakit, aki egészségügyben dolgozott, és rendszeresen évente csinálták a védőoltásokat az influenza ellen. Tudjátok, mikor csinálták? Szeptember-októberben. Most mikor csinálják? Amikor már bedurrant a járvány, érted? De múltkor beszéltem egy másik orvossal, azt mondja, hogy sose oltottunk akkor, amikor járvány volt. Még akkor se oltottunk, ha valaki meg volt kicsit fázva, tehát mint ami mondjuk köhécselt, nem köhögött, csak köhécselt. Nem oltották be. Most fűfa virágot oltanak a járvány idején, érted? De biztos a kormány szeret minket, és azt támogatja, hogy minél tovább éljünk, stb. Stb. Hát gondold végig. Tehát itt amit, ha mi jobban megnézel, itt egy dolgot tehetsz, hogy vigyázol magadra, hogy ne verjenek át, és az átverések miatt ne csinálj olyan dolgokat, ami az életedet teszi tönkre. Éppen beszélgettem a minap valakivel, aki beszélgetett két professzorról, tehát egészségben dolgozó professzorról. És tudod, mit mondtak? Az, hogy azok, akik beoltották ezekkel a híres neves oltásokkal magukat a Covid-tal kapcsolatban, azoknak van 10 évük. Képzeld el. Ezt mondta. De nem mindegyik oltás ilyen, mert például az orosz oltásról nem volt szó, hogy az is ilyen hatású. Meg a kínaira sem mondták, hanem ezekre a nyugati oltásokra mondták. Jó, szóval a lényeg az, hogy, és ugye azt is elmondták, hogy ez hogy történik, mit csinálták, nem csak hasukra ütöttek, hanem hogy hogyan alakítja át a DNS-t ezek az oltások. Fokozatosan hogyan alakítja át a DNS-ét az illetőnek. És annak a hatása, az 10 év. Jó? Tehát mondom, érdekes dolgok ezek, hogy de a fantasztikus kormányuk vannak az országoknak, érted? És ezt simán engedik ezeket a dolgokat.
Tehát azt látom, ugye ezt már mondtam, hogy amióta 5G van itt Budapesten, mert ugye elsősorban a nagyvárosokba telepítették, azóta azt látom, hogy a város szélére bejönnek a libák, és utána nem tudják, merre kell menni. Ugye ezt már mondtam. Nem tudják, merre kell menni. És elkezdenek, mit tudom én, teljesen rossz irányba repülni. Jó, ha kikeverednek valahogy az 5G hatása alól, akkor utána megtalálják, hogy merre kell menni. Csak itt beérkeznek Budapestre, és nem tudják, merre kell menni. De nyugodtan el akarsz hinni dolgokat, nyugodtan higgy el dolgokat a médiának, érted? Tehát hidd el, hogy minden értünk van. Nekem aztán tök mindegy, hogy te mit hiszel. Érted? Teljesen mindegy. Jó? Tehát én minden olyan dolgot, amire azt mondják, hogy az embereknek jó, azt mindent kételkedve fogadok. Minden hírt, amire azt mondják, na ezt csinálta, érted? Mit tudom én, ez az ország, vagy ez a valakik csinálták, azt mind kételkedve fogadok. Mindet. És utólag mindig kiderült, hogy helyes a kételkedésem, mert nem az volt az ok. Nem az volt az ok. De te mondom, úgy éled az életedet, ahogy akarod, nem aztán teljesen mindegy. Jó, tehát ugye egy olyan világban élünk, ahol nagyon rámentek arra, ugye van egy törekvés gyakorlatilag már régóta, ezt már nem tudom hány forrásból hallottam, és hány helyen van ez feljegyezve, hogy bőven elég lenne ezen a bolygón 500 millió ember. Bőven elég. És akkor még így is meghatározták, hogy az országok hány milliósak legyenek, érted? Magyarországra azt mondták, hogy bőven elég lenne, hogyha mondjuk tudom, 2022-re 7 millióan lennénk. Hát ez nem jött össze. Ugye ezt mondták 5 évvel azelőtt, vagyis ezelőtt, 2017-ben. Hogy Magyarországonak 7 milliósnak kell lenni 2022-re. Tehát most gondold végig, hogyha nem jön úgy össze a népesség csökkenés, ahogy ők szeretnék, akkor miket fognak itt csinálni? Gondold végig. Tehát, mit tudom én, mondjuk, valaki elesik, csak mondok egy példát, elesik, mondjuk pénteken, érted? És eltöri a, tehát szomnyaktörése lesz, és akkor megműtik vasárnap este. Érted? Hát régen ez úgy volt, hogy valakinek ilyen, mondjuk ilyen törése volt, akkor bevitték és azonnal megműtötték. Érted? Tehát ugye az emberi szervezet úgy működik, hogy elindul rögtön ugye az összeforrása a dolgoknak. És egyszerűen azt látni, hogy az egészségügyet teszik tönkre teljes egészében, és hát hogy mit tudom én, valaki alig bír járni, mert úgy elkopott mondjuk a térde, érted? És akkor megműtik mondjuk egy év múlva. Érted? Szóval, vagy két év múlva. Hihetetlen dolgok vannak, és a kormányok azok a lakosságért vannak. Tehát a magyar egészségügy ugye az világszínvonalú volt, még a szocializmusban, meg még utána is egy ideig, hát most már béka fenekén vagyunk. De szerintem nem csak nálunk van ez így, hanem ugye mindenütt azt akarják, hogy legyen egy magánegészségügy, és hogy kénytelenek legyenek az emberek magánegészségügyhöz fordulni. Na most ugye én 2004-ben írtam egy olyan cikket ezzel kapcsolatban, hogy nem most volt, hogy a jövő az lesz, hogy elérik majd, hogy az emberek az egészségük érdekében magán egészségügyhöz forduljanak, és ugye az egészségügyük, tehát az egészségük érdekében hitelt
vegyenek föl. Tehát ugye azt írtam akkor, hogy megkönnyítik majd a hitelfelvételt, de nyilván fedezetnek lenni kell, és van egy lakása, vagy van egy háza, vagy van ez az amaz, és akkor az lesz a fedezet, ugye ezt írtam le annak idején, és ez azt jelenti, hogy majd ugye fölvesz hitelt azért, hogy meggyógyuljon, és hát mi van, ha nem tudja fizetni a hitelt, akkor el lehet tőle venni ugye azt, ami a fedezete, és e felé megyünk. Hát most gondoljátok végig, mit tudom én, van ez a moratórium, hogy a hitelt nem kell fizetni, még mindig fennáll ez a moratórium, egyeseknek ugye még mindig egy jó résznek fennáll, hogy nem kell fizetni a hitelt, közben kamatozik a hitel, nem a, amit fölvett hitel, érted? Tehát ami azt jelenti, hogyha megszűnik már, mert örökké nem fog fönnállni a moratórium, ha megszűnik a moratórium, egy magasabb összeget hogy fog tudni kifizetni? Érted? Hogy fogja? Erre megy ki a játék. Tehát ugye Magyarország ebbe egy olyan példa, hogy ugye ez úgy volt Magyarországgal kapcsolatban, hogy Európában itt volt Magyarországon a legmagasabb egyfőre eső tulajdoni ingatlan arány. Tehát ugye máshol nem tulajdonban vannak egy részben az ingatlanok, itt Magyarországon ugye a legtöbb ember saját tulajdonú ingatlanba akart mindig lakni, a magyaroknak mindig volt saját tulajdonú ingatlanja, ez egy ilyen törekvése volt mindig a magyaroknak, és most úgy akarják megszabadítani, ezt már 2004-ben leírtam az embereket, ez ott van fönn a weboldalon egyébként, úgy akarják megszabadítani az ingatlanjaiktól, hogy kénytelenek ugye elárverezni, vagy elveszik tőlük, érted? Tehát, és akkor ugye, de milyen remek emberek ülnek a parlamentben, milyen remek emberek vannak a hatalomban, tehát elég érdekes világot élünk, tehát ha valakinek ez a világ megfelelő, nekem aztán tök mindegy, legyen megfelelő, hát semmi gond nincs ezzel. Csak ugye egy baj van ezzel a remek világgal, meg azokkal, akik úgy próbálnak boldogulni, hogy mások kárán, hogy nem a 20. században vagyunk, hanem a 21. században, ami azt jelenti, hogy ha leírod a dátumot, hogy hol vagyunk most, akkor nem azt írod, hogy 1900 akármennyi, hanem azt írod, hogy 2000 akármennyi. És tudod, az a baj, hogy még nagyobb probléma van ezzel, hogy a kettes után van egy nulla. És ha valaki foglalkozik valamit energiával, és foglalkozik szimbólumokkal, akkor azt tudja, hogy a dátumnak milyen szimbolikus energiája van az adott személyekre, tehát a lakosságra. És mindenkinek van saját dátuma, az a saját születési dátuma. És ugye van egy dátum, amit leírunk. És ez azt jelenti, hogy az egyes, ameddig egyest írtunk, ugye honnan írtunk egyest, tehát elég régen, hát ugye 990 után már egyest írtunk, és utána jött az 1000, és utána egészen 1999-ig írtunk egyest, és ugye úgy van az ősi tudományban, a numerológiában, vagy a számmisztikában, hogy mindig az első számon meghatározó, mindig. És az most nem egyes, hanem kettes. De mi az egyes? Az egyes azt jelenti, hogy ego. Az egyes az egót jelenti. Tehát ami azt jelenti, hogy értsük, hogy az ego támogatva van. Az én magamért, a többi le van fütyülve, ez támogatva van, ez 1000 éven keresztül ment. Ezáltal, aki így működött abban az 1000 évben, az valamilyen szinten tudott boldogulni. Csak az a baj, hogy jött ennek egy következő fordulata, ugye a kettes, az pedig pont ellentéte az egyesnek. Az pedig épp nem az, hogy én, hanem mások.
és majd mikor sokszor kimondtuk azt, hogy mások, majd akkor jövök én. Oké? Ott meg az egyesnél pont fordítva volt, ott úgy volt, hogy én sokszor, és majd utána mások. Érted? Na most ezt tudod, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy aki ezt nem ismeri, ezt az elvet, az mind akkor átszív a 2000-es években, mint a boci. Ha ugyanúgy akarja élni az életét, mint a 20. században, ahol 1900-al ugye írtuk a dátumot, akkor itt a 20. században ez szívás. Ráadásul ugye a nulla a sokszorosára erősíti az előtte lévő számnak az energiáját. Ami azt jelenti, hogy képzeljétek el, ugye ott volt egy 1900, ott az egyest nem erősítette egy nulla, igaz? Ott egy egyest nem erősítette, csak mikor? Ugye, hát amikor 1000 volt, akkor erősítette az egyest a nulla. Utána már 1100-nál már nem erősítette a nulla sokszorosára, ugye az egyesnek az energiáját. És itt a 21. században, ugye 2000-rel írjuk a dátumot, és képzeljétek el, hogy 2010-ig ugye két nulla is, sőt, a 2000-ben három nulla is erősítette a 2000-es energiát. Ugye azt azért erősítette, hogy világos legyen ez a dolog, hogy elinduljon az átállás, átalakulás. Érted? Tehát gondold végig, a 2-es után 3-0 volt 2000-ben, az 1999 után. Ami azt jelenti, hogy óriási energiára emelte a 2-esnek az energiáját, az a sok nulla ott mögötte, azért, hogy elinduljon ez a fajta átalakulás. De a legtöbb ember fülebotját sem mozgatta ezzel kapcsolatban, mert nem tudta. De hát most is még megnézzük, hogy a 2-es után van egy nulla, és a legelső nulla az, ami erősíti leginkább a 2-esnek az energiáját. A második nulla, amikor ugye nem még, mit tudom, 2008 volt, akkor ugye két nulla volt, a második nulla nem erősíti annyira, mint az első, a harmadik még annyira se erősíti, mint a második. De ugye ott van egy nulla, ami alapvetően tízszeresére növeli az energiáját. És még akárhogy nézzük, ott lesz még 88 éven keresztül, vagy mennyi? 78 éven keresztül. Igen? Még, érted? Még ott lesz a nulla 78 éven keresztül. És akkor az emberek azt gondolják, hogy ez az egósodás, ez az én, minden csak magamért, ez a törekvés. Semmi gond, legyen ez a törekvésed, és úgy rábaltázol, hogy arrukodulsz. Érted? Semmi gond nincs ezzel. Ráadásul, akkor még egy kicsit, ha már itt egy kicsit numerológiába belementünk, akkor van két szám, illetve három szám. A 7-es, 8-as, meg a 9-es. Ez mind a három szellemi szám. Ami azt jelenti, hogy vannak az embernek főszámai. Például olyan, hogy a születési napszámod, ez egy főszám. Akkor főszám volt a gyerekkorodban a születési hónapszámod, majd időskorodban főszám lesz a születési évednek a száma. És ugye főszámunk ugye a személyiségünk száma, nevünk. Azon belül van egy belső énünk, egy külső énünk, ez mind főszám. És most gondold végig, ha ezekben bármelyikben, amit felsoroltam, ez 5 szám, 5. Illetve összességében nem 5, hanem azt mondja, hogy 3, 4, 5, meg 2 az 7 szám, tehát 5 főszám, meg még 2 olyan szám, ami nagy mértékben befolyásol. Tehát 7 szám. Ebből a 7 számból bármelyikben benne van. Ugye ugye hogy van akkor? Van az évszám, van a hónapszám, van a napszám, az 3, van a személyiséged, az a neved, van egy belső éned, a nevedből előtt, mielőtt kijönne a neved, előtte kiszámoljuk, utána a külső énedet kiszámoljuk, azóta nevednél 3 főszámod van, és van egy olyan legfontosabb főszámod,
ami a születési dátumodból jön ki, a teljes születési dátumból. Ez összesen 7 szám, bármelyikben ott vagy, 7-es, 8-as, 9-es, az azt jelenti, hogy nem hibázhatsz, mert azonnal kapod a problémát. Oké? Okay. De úgy érsz, hogy akarsz, nekem aztán tök mindegy, a te életedről van szó, érted? Annyi, hogy hibázol, és utána olyan problémát kapsz, hogy beleződülsz, érted? Mert azok, akik szellemi emberek, mert akiknek a főszámukban benne van 7-es, vagy 8-as, vagy 9-es, az szellemi emberek, azok nem hibázhatnak. Basszus kulcs, semmi gond nincs ezzel, hibázz nyugodtan, oké? Tehát 7 számból valószínűleg van ott a legtöbb embernek egy 7-es, meg egy 8-as, 9-es. Egyébként ha meg nem lenne, én meg nem szeretnék az ő bőrében lenni, mert egy hót olyan emberről van szó, akit kizárólag csak az anyag érdekel. Ha esetleg nem lenne ebbe a 7 főszámba sehol egy 7-es, sehol egy 8-as, vagy sehol egy 9-es, érted? Jó, tehát attól, hogy az ember nem tud valamit, az, ez olyan, mint a törvény nem tudása, az nem mentesít a cselekmény következményeitől. Ugyanez, a természeti törvény nem tudása, az nem mentesítő körülmény. Világos ez? Tehát nem csak jogi törvények vannak, hanem vannak természeti törvények. A természeti törvények azok sokkal fontosabbak, mint a jogi törvények. És ha a természeti törvényeket nem ismered, rácsesztél. És most finom voltam. Oké? Okay. Tehát nem mentesítő körülmény. És akkor hogy, mit csinálsz egyedül itt a nagyvilágban, hogyha nem ismered a természeti törvényeket? Univerzális törvények például. Én gyűjtöm a természeti törvényeket, tanultam természeti törvényeket, és tanítom a természeti törvényeket. Sokkal fontosabb, mint a jogi törvények. A jogi törvények egyébként, a legtöbb ember a jogi törvényeket betartja, de a természeti törvényeket nem. Hát most mit tudom én, mondjuk, átmész egy piros lámpán, nem tartottál be egy jogszabályt, érted? Max pénzbüntetést kapsz. De ha mondjuk nem tartasz be egy természeti törvényt, akkor lehet, hogy egész életedben szenvedni fogsz. Érted? Egy természeti törvény nem betartásából. De élheted nyugodtan az életedet úgy, ahogy éled, csak a 21. században nem javasolt. Tehát nem javasolt. Tehát magamról egy-két gondolatot, én 97-ben kezdtem el az emberekkel foglalkozni, hát az nem most volt, akárhogy nézzük, 35 éve, 87-ben, bocsánat, tehát nem 97-ben, 87-ben, tehát 35 éve. 91-től kezdtem el szervezni embereket, és 91-től van saját csapatom, hát nem most volt. Akárhogy nézzük, az is 31 éve. Van saját csapatom. Akkor vezetni az embereket 93-tól kezdtem el. Az is 29 éve. Tanítani az embereket 93-tól kezdtem el. A szellemiség irányában nyitottságom az 98, már előtte is megvolt, csak nem találtam olyan dolgot, ami megfogott volna. És 98-ban kezdtem el tanulni szellemiséggel kapcsolatos dolgokat. Tehát mindig érdekelt a szellemiség. Mindig. Mit jelent a szellemiség? Gondolkodás azt jelenti. Engem a gondolkodás mindig érdekelt. Érted? Tehát sokkal jobban érdekelt a gondolkodás, az emberi gondolkodás, mint az anyagi működés.
az anyagi működést is fontos, csak nem annyira volt számomra fontos, mint a gondolkodás. Tehát ha megnézed a gondolkodás, próbáld megkapni valakinek a gondolkodását, megfogni, látni a gondolkodását, szagolni, tapintani, valamilyen érzékszerveden keresztül érzékelni, nem tudod, a gondolkodás az egy nem kézzelfogható dolog, és egy felsőbb rendű dolog, az anyaghoz képest egy sokkal, de sokkal magasabb rendű dolog a gondolkodás. Miért nem tudnak az állatok gondolkodni? Mert alsóbb rendűek. Itt a Földön van egy lény, amely képes arra, hogy gondolkodjon, ez az ember. A többi lény az nem képes rá. Legalábbis, amit az emberek ismernek úgy általánosan. Tehát ami azt jelenti, hogy a felsőbb rendű lények kiváltsága a gondolkodás. Ha nem tudnánk gondolkodni, akkor egyenragúak lennénk mondjuk egy fejlettebb majommal. Azok sem tudnak gondolkodni. Bebizonyított tény. Fogták egy csimpánzt, érted? És egy kisgyereket, és azt mondták meg, hogy tudjátok, van ez a gömb, amin ilyen különböző idomú lukak vannak, és csak egyféle idomot lehet egy lukba bedugni, és másik idomot nem tudsz abba a lukba bedugni, vagy azt az idomot máshova bedugni. És a kisgyerek az simán kikombinálta, hogy hogy kell belehelyezni hogy hívják ott. Érted? A majom nem tudta. Nem tudta megcsinálni. Tehát az azt jelenti, hogy gondolkodás, hogy kombinálni tud. Érted? Rá tud jönni dolgokra, hogyha nem így, akkor így, ha nem úgy, akkor úgy. Az állatok erre nem képesek. És lényeg az, hogy engem mindig érdekelt az, hogy hogyan működik az ember ebből a szempontból. Nem az érdekelt, hogy hogyan működik a szív, vagy hogyan működik a vese, az nem érdekelt, érted? Az érdekelt, hogy maga az ember hogyan működik, amikor emberként működik, nem holmi ösztönlényként. Érted? Ez gyerekkoromtól érdekelt ez a téma. Ezért ugye én nagyon oda voltam, mikor már kicsit nagyobb bacska voltam, a fantasztikus irodalomért. Tehát nagyon oda voltam. Ugye az alapítványt és birodalmat is elolvastam, és nagyon érdekelt. Tehát ez ugye már serdülőkorban volt természetesen. Szóval a lényeg az, hogy mit tud, mire képes a gondolkodásunk, ugye, és mire képes, mondhatjuk azt, hogyha most egyszerűen fogalmazunk, az agyunk, ez számomra mindig fontosabb volt, mint hogy mit tudom én, hogyan működik a szív. Nyilván az is fontos, hogy a szíve az embernek jól működjön, természetesen nem olyan kérdés, hogy elvetendő kérdés, de az, hogy az agyunk hogyan működik, illetve a gondolkodásunk hogyan működik, az talán még fontosabb. Miért? Mert ugye az a tapasztalásom, hogy a gondolkodás az még meghatározza a szervi működéseket is. Mivel ugye a szervek működésének a központja az azt jelenti, hogyha leállítod az agy működést, akkor leállnak a szervek. Tehát minden szervnek a működését az agy koordinálja. Na most az agyhoz kapcsoljuk a gondolkodást, vagy nem? Ugye az átlag ember az agyhoz kapcsolja a gondolkodást, semmi gond nincs ezzel. Ami azt jelenti, hogy de egyben az agy teljes egészében meghatározza, hogy a szervek hogyan működjenek. Tehát a szerveink nem maguktól működnek úgy, hanem gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy az agyunk a parancsnok. Világos ez? És mit tudom, az agy azt mondja, hogy jó, most ez a szervezet kezdjen el rosszul működni, akkor ez a szerv elkezd rosszul működni, érted? Ha azt mondja, hogy most már jó kell működnie, akkor az a szerv elkezd jól működnie. Na most ezáltal ugye egy megállapított tény, hogy minden betegség az gondolkodás függő.
Ez egy tény. De a tudomány is elismeri már legalább a 85%-ban, hogy a gondolkodás függvénye a betegségek. Tehát ugye az agy hozza létre a betegséget. Érted? Azáltal, hogy mondjuk az immunrendszer nem tudja megvédeni az illetőt mondjuk egy fertőzéstől. Csak most mondtam valamit. Tehát most gondold végig, akkor talán nem azzal kell az embernek többet foglalkozni, hogy hogyan működik ez a gondolkodás, ha mindent a gondolkodásunk határoz meg. Tehát mondom, logikusan gondold végig. Tehát az agy koordinálja minden szerved működését, az összest. Az összest. Érted? Nincs olyan porcikád, amit ne kontrollálna az agyad. De az agynál van ugye az a gondolkodási központunk is. A gondolkodás akkor vajon milyen mértékben határozza meg az agy egyéb tevékenységét? Gondold végig logikusan. Jó? Ezáltal egyáltalán nem mindegy, hogy az ember milyen életet él. Miért? Mert az életed meghatározza a gondolkodásodat. Tehát gondold végig, a gondolkodásod meghatározza a működésedet, a szervezeted működését, de az életed meg meghatározza a gondolkodásodat. Hoppá! Hát akkor ne csodálkozz, hogy a legtöbb embernek van valami ilyen-olyan problémája, nem is betegség, bármi más. Mert ugye négy területen jöhetnek a problémák, lehet az ember beteg, érheti baleset, érheti családi probléma, érheti anyagi probléma, mind érheti. És akkor gondold végig, hogy az életkörülményeink azok meghatározzák a gondolkodásunkat mindenkinek. És én ezt látom, ugye amióta emberekkel kezdtem el foglalkozni, azóta jóval több mint 100 000 emberrel foglalkoztam. Érted? Na most, és tudod mit látok? Pont ezt látom mindenkinél. Hogy az életkörülményei meghatározzák a gondolkodását. És az életkörülményeid azok csak úgy magától történnek? Nem. Az életkörülményeidet te választod, nem? Te választod azt, hogy én most így élek, vagy úgy élek, vagy amúgy élek, nem? Vagy nem? Rosszul látom? Azt is te választod, hol dolgozol, nem? Azt is te választottad, hogy ki a párod, nem? Hol laksz? Azt is te választottad. Ez mind te választod. Tehát magyarul az életkörülményeidnek a felelőse az teljes egészében te vagy. Vagy rosszul látom? És az életkörülményed meghatározza a gondolkodásodat. Oké? Tehát ha azt akarod, hogy gondolkodásod megváltozzon, akkor nem kéne az életkörülményeidet megváltoztatni. De hát ha neked jó úgy, ahogy van, semmi gondom nincs ezzel. Nem akarlak én semmire ráerőszakolni. Nehogy félreérts. Tehát bele vagy rögzülve egy életkörülménybe, bele vagy rögzülve ugye egy gondolkodásmódba. Vagy rosszul látom? És akkor ez a berögzült gondolkodásmód simán befogad olyan dolgokat, amit másnál is. Mert más is hasonló gondolkodásmódban van berögzülve, mert hasonló életkörülményeket él. Érted? És ha más elfogadja a sok hülyeséget, ami nem érted van, hanem ellened, akkor te is elfogod. Hát elfogadod. Hát miért ne? Miért ne? Csak hát az ember szerinted arra született, hogy boldogtalankodjon egész életében? Arra születtél? Na kíváncsiuk, hogy arra születtél volna. De gondold végig még egyszer, hogy az életkörülményed határozza meg a gondolkodásodat. De az életkörülményedet te választod.
vagy te választottad, és tök mindegy, hogy jelen idő vagy múlt idő, akkor is te választottad. Senki nem mondta életedben neked azt, hogy kötelező ott laknod, kötelező azon a munkahelyen dolgoznod. Senki, érted? Kötelező azokkal a barátokkal barátkozni. Senki nem mondta. Tehát akkor kiválasztotta? Senki nem mondta, hogy kötelező, hogy az legyen a feleséged. Érted? Régen még voltak ilyenek, de manapság nem. Érted? Vagy az legyen a férjed. És akkor ezt meg lehet nézni, például, hogy a legtöbb embernél tudod, hogy működik ez? Ha megnézi a, mit tudom én, a férfi, ha megnézi az apja életét, vagy a nagyapja életét, vagy a gyereke életét, hasonló választásokon mentek át. Érted? Ami azt jelenti, hogy hasonló dolgot választottak. Ha csak nem mondta valamelyik, hogy én nem választom azt, amit az apám. És ugyanez a nőknél. Megnézi a saját édesanyját, vagy a saját nagyanyját, vagy megnézi a saját lányát, és akkor azt mondja, hogy hasonlóan választott. Érted? Sok mindenben. Ha csak, mondom, nem mondta azt valamikor, hogy én aztán nem fogom azt csinálni, mint édesanyám vagy édesapám. És a választása hasonló, mit tudom én, még a párja is hasonló, életkörülményei is hasonló, akár a munkája is, érted? És akkor nem az ember választ, akkor ki? Mindenki saját maga választ. De itt egy olyan világban élünk, ahol nagyon végig kellene gondolni ezt a választást. Mert azt látni a világban, hogyha jobban körülnézel, hogy egyre rosszabb és rosszabb állapotban vannak az emberek, és ez egy, ugye egy olyan fajta működése az embernek, hogy mikor rosszabb állapotban van, akkor a másikra is rossz hatással van. Tehát minél rosszabb állapotban van valaki, akkor egy másik emberre, akivel érintkezik valamilyen formában, egy rosszabb és rosszabb hatással van, minél rosszabb és rosszabb állapotban van ő. És akkor ez a normális. Hát most akkor hűlnek az emberek, akkor neked is el kell hűlni. Vagy hogy van ez? Meghűlnek a barátaid, de akkor neked is meg kell hűlni. Érted? Miért kellene? Nem lehet lecserélni a barátokat, hogy mi? Nem lehet elköltözni valahonnan? Vagy nem lehet új munkahelyet, munkahelyre lecserélni a régit? Vagy hogy? Nem lehet változtatni? Miért nem? Ugye ez a gond, hogy egyedül nem megy. De ha vagyunk egy közösségbe, akkor az ember kaphat ilyen téren segítséget. Érted? Tehát ez olyan, mint a falevél. Tudom, úszik a vízen, érted? És sodorja arra a víz, amire akarja. De amit tudom én, hirtelen a patakba belöntesz egy teherautónyi falevelet, akkor megállítja a víznek a folyását. Érted? Nyilván egy ideig csak. Egyébként ott magában megúszkál a víz tetején, és a víz az úr. Érted? Tehát ugye ez lenne a lényege, hogyha a jövőt jobba akarja az ember tenni, akkor ez egyedül nem megy. Akkor ez úgy megy, hogy együtt segítséggel. Ez így megy. És ugye nem csak ezért, hanem ugye nekem vannak különleges képességeim, ami, én ezt kitöröltem és mégis itt van, na mindegy. Hol van? Eltűnt. Itt van. Vannak különböző, nem itt van, hova mentem? Ide akartam, jó. Vannak különleges képességeim,
nem is egy, ugye akik itt tanulnak, tudják, most nem akarom ezeket felsorolni, ezeket a képességeket, de egyet elmondok belőle, van égi kapcsolatom és rendszeresen jönnek fentről üzenetek, jó? És kizárólag olyan, ami kérdésre ad választ, oké? Vagy esetlegesen, mit tudom én, valami olyan dolgot mond, ami ellen az embernek valamit tenni kell, jó? Tehát ez a kétféle dolog, és ennek alapján kaptam azt is, hogy ezen a bolygón aranykornak kell lennie 2035-re. Az aranykor azt jelenti, hogy a szeretet, béke és boldogság kora, ugye ez itt le is van írva előtte, és ahhoz viszont, hogy ezt meg tudja csinálni az ember, képessé kell válni az embernek arra, hogy az emberekkel együtt működjön, nem az elnyomókkal működjön együtt, hanem a szociális emberekkel. Nyilván szociális emberekkel akkor lehet együttműködni, ha ők is együttműködők. Tehát te hiába akarsz együttműködni egy emberrel, ha az nem akar együttműködni veled. Nem? Logikus. Tehát ezáltal ugye azzal tudsz együttműködni, aki együttműködik veled. Aki szintén akar veled együttműködni. És hát ez bizony egy olyan korszak, ahol az antiszociális emberek, tehát az elnyomók, azokkal nem akarnak együttműködni a szociális emberek, ami azt jelenti, hogy azok nem kerülhetnek be ebbe a társadalmi formába, akik elnyomók, meg azok se, akik nem tanulják meg, hogy ne elnyomoskodjanak, ugyanis a fejlődés legnagyobb akadálya az ember, tehát az egyéni fejlődés legnagyobb akadálya, amikor elnyomást kapsz. Tehát kapsz egy elnyomást, és mintha semmit nem tanultál volna, mindent elveszítesz, addig, míg az elnyomás hatása alatt állsz. És ameddig nem mész ki teljesen az elnyomás hatása alól, addig nem vagy képes alkalmazni, használni a tanultakat. Sajnos ez így van. És ezáltal, akik rendszeresen kapnak elnyomást, azok úgy nevezzük, hogy hullámvasutaznak. Tehát amikor nem kapnak elnyomást, akkor használják a tudást, tehát akkor megjavul az állapotuk és elkezdik használni a tudást, majd kapnak egy elnyomást, puff, lezuhannak, és addig, míg lent vannak, nem használják a tudást, majd fölküzdik magukat, tehát nem lehet egyszerre fölküzdeni magadat, megtanulni is, jó? Ezt jó, ha tudod. Tehát akkor tudsz tanulni, mikor már fölküzdötted magadat. Érthető ez? Tehát fölküzdik magukat, utána megint tudnak tanulni, majd megint jön egy elnyomás, bum, meg lezuhannak, és akkor egész életük így zajlik le. És akkor így hullámvasutazás, ezt úgy hívják, hullámvasutaznak, érzelmileg hullámvasutaznak az életükben. Van, akinek ez a hullámok nagyobbak, van, akinek jó sűrűn működik, érted? Attól függ, hogy milyen előélete van az illetőnek. És akkor azt jelenti, gondold végig, amikor itt lent van, akkor ő is hajlamos szociális emberként az elnyomásra, tehát hogy elnyomjon más szociális embert, érted? Mikor itt lent van, hát az már egy elnyomás, hogy egy rossz állapot, rossz hangulatú, problémás ember elkezd panaszkodni egy másiknak, hát az elnyomás, hogy csak panaszkodik, hogy csak azért panaszkodik, hogy kibeszélje magát, de ez elnyomás, miért? Mert a másiknak a hangulatát leviszi, és minden olyan dolog, ami leviszi a hangulatodat, azt úgy hívják, hogy elnyomás, oké? Hoppá, minden, ami leviszi a hangulatodat, úgy hívják, hogy elnyomás, tehát amire van megoldásod, az nem tudja levinni a hangulatodat, de a megoldás az tudás, úgy hívják, érted? Tehát hallasz valamit és nem viszi le a hangulatodat, mert van megoldásod, akkor az jó, azzal semmi gond nincs, de ha nincs megoldásod
az egy negatív dolog, biztos, hogy leviszi a hangulatodat. Világos ez? És ezáltal jön ez a hullámvas utazás, míg lent vagy, vagy mikor esel lefele, már nem tudod használni a tudást, lent vagy, nem tudod használni a tudást, küzdöd föl magadat, ami lassabb, mert az esés az mindig gyorsabb, mint a emelkedés, az nyilvánvaló. Tehát felemelni mindent lassabb, mint lejteni. Oké? Az alatt is, míg küzdöd föl magad, ugye nem, a tudás az, az nem tudod használni, érted? Tanulni tudsz, csak nem látványos a tanulás, hanem gyakorlatilag eredménytelen, inkább úgy mondanám. És akkor, na most ezért mondom, hogy gondold végig, hogy a saját életünk, tehát a saját gondolkodásunkat a körülmények határozzák meg. Hát de a körülményeidet meg te határozod meg. És akkor biztos vagy benne, hogy azokat a körülményeket kell fenntartani folyamatosan az életed során, amit ez idáig fenntartott. Tehát van ebből kapcsolatban egy mondás. Nagyon egyszerű. Én még ezt a 90-es években hallottam, hogy amilyen most az életed, azt te vitted arra a szintre az életedet. Érted? Hát amilyen most az életed, arra a szintre te vitted a saját életedet. Tehát senki másnak nem köszönheted, felnőttként, tehát nem vagy te gyerek, gyerekként ugye a szüleidnek köszönheted, felnőttként viszont már magadnak. Tehát nem mutogathat senkire, hogy azért ilyen az életem, mert ő, meg ő, meg ő. Minden a te választásod volt. Mondom, minden. Minden a te felnőttként a te választásod. Sőt, nem csak felnőttként, hát a szüleidet te választottad, basszus kulcs. Érted? Mint lélek. Tehát mint emberi lélek. Te választottad. Tudtad előre, hogy milyen szülőkhez költözöl. Érted? Minden a te választásod, jó lenne rájönni erre. A saját életedet te kormányzod, te vagy a kormányosa a saját életednek, nem más. Hát ugye az élettel két dolgot lehet csinálni, bármilyen dologgal, bármilyen problémával. Vagy megjavítod, vagy kilépsz belőle. Tehát bármire igaz, bármilyen kisebb, nagyobb dologra, ugyanez igaz az életre is, az életedet is, vagy megjavítod, vagy kilépsz belőle. Ugyanez. Érted? Tehát párkapcsolatot is, vagy megjavítja az ember, vagy kilép belőle. Én ismerek olyanokat, akik azt mondták, hogy ó, mekkora adósságot halmoztam föl, nem tudom visszafizetni, tudod mit csinált? Kiköltözött Amerikába. Érted? Szó szerint. Az adósság alól. Hát ez még ugye a 80-as években volt. Azóta volt itthon háromszor vendégségben. A 80-as évek. Tudom én, 87-től már akkor ment ki. Érted? Jó, már nem él, ha meghalt. Nemrég halt meg. Tehát az is egy megoldás, gondold végig. És ezt biztos sokan csinálták, mert például az én rokoni körömben én ismerek két ilyen embert is. Akik azért költöztek ki a világ másik felére, mert égett a talpuk alatt a talaj. Érted? És akkor kiköltöztek. Sőt, hármat is ismerek ilyen. Nyilván nem ez a megoldás. Nem kell fölgyújtani a talpunk alatt a talajt. Jó, tehát ugye itt ami nagyon fontos, hogy most van a kiválasztódás. A kiválasztódás azt jelenti, hogy most választódnak ki azok az emberek, akik be fognak kerülni az aranykorba, vagy nem. Jó? Ugyanis 9 év,
tudás kell ahhoz, hogy valaki bekerülhessen az aranykorba. Tehát 9 évnyi tudás. És akkor elkezdesz visszaszámolni, 35-ből kivonunk 9-et, az 26. Nem sok van. 4 év. Érted? Nemrég még azt mondtuk, hogy 5 év. Már csak 4. 3 év? Ja, akkor csak 3 év, bocsánat. Visszairatkozom az iskolába. Megint van 9. Érted? 9 évnyi tudás. Tehát gondold végig, tudsz-e úgy cselekedni, hogy mindig ideálisan? Nem. Akkor menjünk tovább. Tudsz-e úgy működni egymással, hogy feltétel nélkül? Nem egy elnyomóval, egy másik emberrel, aki nem elnyomó. Akiről tudod, hogy nem elnyomó, tudsz-e vele szemben együttműködni feltétel nélkül? Érted? Nem. A legtöbb ember nem. Na most onnantól kezdve, hogy akar bekerülni az aranykorba valaki, mikor ez a két feltétel szükséges, hogy bekerüljön valaki. Tehát az, hogy képes legyen az ember feltétel nélküli együttműködésre, az tudás. Az, hogy képes legyen az ember arra, hogy mindig helyesen cselekedjen adott helyzetben, az tudás. És nyilván, ha hibázik az ember, akkor képes legyen kijavítani a hibát. Mert hibázhat az ember figyelmetlenségből. Tehát mindig figyelmetlenségből hibázunk. Vagy tudatlanságból. De hát akkor ugye, ha tanul az ember, akkor tudatlanságból nem tud hibázni, csak figyelmetlenségből. És ezáltal figyelmetlen valamilyen helyzetben, és akkor hibázik, és fogja is helyrehozza, kijavítja. Na hát ehhez képest az emberek többsége az nem alul tanult, ennyi szóval. Jó, tehát nekünk vannak képzéseink minden szerdán, minden vasárnap, mindig ugyanabban az időben, mármint úgy értve, hogy minden szerdán ugyanabban az időben, 18 óra kezdéssel, minden vasárnap ugyanabban az időben, 4:30 órás kezdéssel. Jó, és ezek a képzésekben van díjmentes rész, ez az első rész mindig díjmentes, a második rész viszont nem díjmentes, de a létező legkedvezőbb áron nyújtjuk a képzéseket, hiszen még mindig óránként 330 forint. 30 órányi képzésünk van egy hónapban, és van 9 évnyi tudás. Jó? 9 évnyi. Keres olyan egyetemet, ami 9 éves. Nem fogsz találni. Jó? Mert nincs olyan egyetem. Sehol a bolygón. Oké? Tehát van 9 évnyi tudás, hogy az ember tényleg átmenjen egy olyan változáson, ami ahhoz kell, hogy a helyzeteidet helyesen kezeld minden körülmények között. Jó, ha összeadjuk, megszorozzuk itt a dolgokat, akkor az első hónapban van egy kis különbség, mert durván 2 hónapnyi a képzés indulás, az 19.700 forint, a második hónaptól viszont 9.800, ráadásul még árgaranciát is kap az az illető 35 hónapra, aki ugye elkezdi, de nyilván, ha már drágább lesz a tandíj, akkor nem ennyiért fogják kezdeni az emberek. De az árgarancia az árgarancia. Tehát ez azt jelenti, gondold végig, hogy módszereket az élet működésére, az ember működésére, hol és mennyire nyújtanak neked rajtunk kívül? Módszereket. Tehát motiválni, szívesen motiválnak bárhol, nem ennyi pénzért, hanem drágábban. Oké? Tehát de a motiváció, azt tudod milyen? Felmotiválnak, azt tudja, hogy felmotiváltak, úgy esel vissza. Főleg mikor hazaértél. Oké? De most gondold végig, hol kapsz
óránként 330 forintért képzést? Sehol. Valaki nem akar tanulni, semmi gond nincs ezzel. Semmi gond. Élje úgy az életét, ahogy eddig. Nekem aztán tök mindegy. Érted? De azt én tudom, hogy át tudom adni a tudást, át is fogom adni a tudást, és tudom, hogy azok, akik jönnek velünk, azok bekerülnek az aranykorba, többek megnéznek a lukon, azt ennyi. Oké? Annak is tudom, mi lesz a következménye, hogyha valaki nem kerül be az aranykorba. Jó? Csak ezt most nem fogom elmondani. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!